nagyon tetszik, mert nem eladni akarnak dolgokat az embereknek, ami már nagyon pozitív, sok rendezvény ugye inkább erről szól, hogy kiállítók adják el a dolgaikat. Ez a szemben ki lehet próbálni dolgokat, és mi is ezt támogatjuk, hogy az emberek próbálnak ki minél több technológiát, ismerkedjenek velük, tanuljanak belőle, úgyhogy mi is ezért hoztunk ilyen tanulságos dolgokat, hogy próbáljátok ki, nézzétek meg, ez is egy kijelző szemétnek tűnik, mégis milyen jót lehet vele játszani. Nagyon remek, nagyon izgalmas, mondjuk kicsit kevésben a levegő. Sokan vagyunk, többen szerintem, mint amire számítottam. A Ponga klasszikus, ami a nagyon nagy kedvenc, meg az összes régi Nintendo-s játék. Viszonylag gyakran járok ilyen rendezvényekre, meg mondjuk demo színpartikra, meg mondjuk szervezek is egy olyat. Minden ilyen kockasóra elmegyek, mert olyan otthonosan érzem magam, hogy mindenki ilyen őrült, nem nézel ki bénának, hogyha így feltözöl. Önmagad lehet. Igen, végre. És mindenki ezt hordja. Így van, ez a stílus, ez új divat. Nagyon király, itt még nem voltam. Nem sokkolóan jó. Ilyen volt már? Ez nem az első? Nem, ez már sokadik. Basszus, én Playtre jártam. Ez is jó, ez egy picit picibb. Meg kicsit másabb, de a műszikben most van másodjára ilyen rendezvény, vagy így alap se ezt hasonló. Ez most egy kicsit ki van terjesztve, mert itt többfajta egyesület fogott össze, hogy hozzunk mindenfajta gépet, de van retrokütyű 3D-es találkozó, meg ilyesmi egybe. A retrokütyűből talán ez a 8., talán nem tartom számon. 3D-es találkozóból a 20-nál tartunk. Kompótból meg szerintem ez is a második, ami videójátékos tematikájú, tehát ilyen többfajta egyesület összefogása ez a rendezvény végül is. Te művelt vagy. Én nagyon. Jó, hogy átadtam a szót. És te akartam olvasni. Folytasd kérlek, folytasd. Visszamész olvasni és műveled magad. A PixelConnak a definíciója a videójátékos közösségek kultúra és találkozója. Gyakorlatilag az a elképzelésünk, hogy olyanfajta videójátékos közösségeket vonzunk magunk köré, akik valódi IRL, tehát in real life közösségeket alkotnak. Tehát a PixelConnak ez az egyik elképzelése, hogy jöjjünk össze és játszunk együtt olyan dolgokkal, amikkel otthon külön-külön nem olyan jó, mint együtt. Az első PixelCon az nagyon nagy előrelépés volt a régi retrokütyű játszóházakhoz képest. Gyakorlatilag nekünk az volt a célunk, hogy a retrokütyű játszóház önmagában a retro részeket nem akartuk még nagyobbra növelni, ezt csinálják mások. Én azt szerettem volna, hogy egy össznépi banzai alakuljon ki, ami nem csak a retro témát hozza magában, de a retro témát terjeszti a többi közösségek között. Számunkra az azért fontos, hogy az Insert Coin Egyesület a videójátékos kultúráját úgy gondolja, hogy a videójátékok múltja az építő része a videójáték kultúrának, és ezt érdemes átadni a következő generációnak, és figyeljétek, srácok, milyen cuccokkal játszottunk régen, és szerintem a nagy részét most is szeretni fogjátok.